Országjáró körútjának 8. részén Bács-Kiskun megyében tett körutazást Schmidt Pál. A köztársasági elnököt Baján a bácskai kultúrpalotában fogadta Zsigó Róbert polgármester, a bajai és kistérségi önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek társaságában. A köztársasági elnök a friss élményeiről és a korábbi útjain szerzett tapasztalatairól is beszélt a bajai televíziónak adott nyilatkozatában. Tudom, hogy sok gond van, és az embereknek, és a politikusoknak, és minden gazdasági bajuk van. Nagy szárosság is próbára teszi az embereket, különösen akik a mezőgazdaságban tevékenykednek, de ugyanakkor látok neki rugaszkodást, látok hitet, látok csak azért is akaratot. Jártam Kecskeméten, találkoztam gyerekekkel, diákokkal, osztályfőnöki órát tartottam, megnéztem az új Mercedes beruházást, egy szép uszodát, ami szintén a jövőnek, a fiatalságnak épült. Elmentem hajósra, megnéztem ezt a gyönyörűen felújított érseki kastélyt, és most itt vagyok Baján, a kultúrpalotában. De az ember ilyenkor töltődik. Az volt a célom, hogy minden megyében eljussak a legtöbb helyre, ahol emberekkel találkozhatom, hogy a végén, ha ez a feladatom, alkotmányos feladatom, hogy a nemzetet képviseljem egy személyben, akkor elmondhatom magamról, hogy én ismerem ezt a nemzetet, ezt az országot. Apraját, nagyját. Nos, ez egy nagyon szép nap, számomra nagyon fontos nap, és úgy látom, mert ez volt az eredeti kérdése, hogy iparkodnak az emberek, és hisznek, hogy a dolgok jobbra fordulnak. Ugye, ahogy ön is említette, elég nehéz a gazdasági helyzet, nem találkozik emiatt panaszkodással vagy elkeseredéssel az útjai során? Ugye volt egy együttes ülése a megyei és a városi közgyűlésnek, ott hallottam panaszt is. Ott kritizálták, hogy esetleg éppen a hungárikumok, a kalocsai paprika el lett hanyagolva, vagy a mezőgazdaság nem úgy olyan támogatást kap, amilyet megérdemelte. Ezt így pontosan nem tudom megítélni, de az a panaszokra is oda kell figyelni. Hát azt kell mondjam, hogy mindenki tudja, hogy gazdasági nehézségek vannak, sokan komoly adósságokkal küzdenek, tudjuk, hogy az időseknek a nyugdíjuk kevés, tudjuk, hogy mindig húzni kell egy kicsit a nadrágszíjon, mert olyan gazdasági változások vannak, amit csak így lehet tolerálni. De még egyszer mondom, ennek ellenére látok tartást, látok fegyelmet és önbizalmat az emberekben. Fordult elő olyan, hogy valaki közvetlenül kért öntől segítséget, és sikerült is valamit tenni ebben a dologban? Hát ha mai napra gondol, mert egyébként nagyon sokan kérnek a munkám során, megkeresnek a Sándor palotában, levelet írnak hozzám, közvetítést kérnek, de a mai nap például hajóson azt kérték, hogy vigyem hírét annak a szép kastélynak, amit felújítottak, mert egy kicsit magára maradt, és azt szeretnék, hogy a több látogató lenne. És ott van egy érdekes borfalu, és a környék idegenforgalmi kínálatát én is a magam szerény eszközeivel próbáljam egy kicsit teríteni. Nos hát, ez például egy mai hozzám fordult kérés, természetesen fogom a kormány felé közvetíteni, és hogyha engem a sajtó megtisztelő figyelme kísér, akkor azon keresztül is egy kicsit majd fölhívom hajósra is a figyelmet. Említette, hogy járt már Baján korábban is. Milyen emlékei vannak a városról? Hát a nagy dologra, amit itt annyian mondanak, ugye a nagy halászléfőző verseny, oda még nem jutottam el, de hát ez a város, ez egy történelmi város. Ide egyébként minden magyar embernek el kell jönni. A főtér önmagáért beszél, így még télen is milyen gyönyörű, és a vizek városa, a kikötő, én még megjegyzem a sportvárosa is, mert itt komoly hagyományok vannak. Én túl sokszor nem voltam, kétszer-háromszor voltam itt, de már egyszer családdal, egy kirándulás kapcsán, és kétszer ilyen politikai kampányban voltam itt.